Az ország minden részéből érkeztek fellépő csellós és hegedűs zenepedagógusok és diákok a Paksi Jézus Szíve templomba. A koncertet adókban az volt a közös, hogy mindannyian Suzuki módszer szerint oktatnak és tanulnak. A Suzuki módszerrel zenét tanító pedagógusok sorába tartozik Király Miklós is. Minden évben megszervezzük, általában értelemszerűen azokhoz a helyekhez kötjük, ahol Suzuki zeneoktatás folyik Magyarországon. Itt Pakson is van egy kolléganőnk, egy csellista, Gajzágu Marian. Ezt most ő szervezte, mert ő a házigazdánk, de minden évben máshol szervezzük meg, hol Jászárokszálláson, hol Orosházán, hol Kiskunfélegyházán, néha Budapesten. A mai repertoár pedig annak a tananyagnak a gerincéből áll össze, amit a gyerekek tanulnak, amelyek az egészen apró gyerekdaloktól kezdve a komolyabb koncerttételekig terjednek. Van köztük barokk, klasszikus, romantikus. Az átlagos képességű gyerekek zenei képzését célozza meg a Suzuki módszer, melynek megalkotója Suzuki Shinichi, japán hegedű művész, zeneszerző. A módszer lényege, hogy a gyermekeket egészen kicsi korától kezdve zenei környezet veszi körül. A hangszeres zenetanulásra való motivációját anyja tevékenysége indítja el. A Suzuki gyerekek sokkal jobban teljesítenek, mint a zenei oktatásban nem résztvevő 4 és 6 évesek. Ez egy alapfokú zeneoktatási módszer, egy japán hegedű művész és filozófus fejlesztette ki annak idején, dr. Shinichi Suzukinak hívták, hát már sajnos nincsen közöttünk. Egy olyan zeneoktatási módszer, ami sokkal aktívabban számít a szülői segítségre, mint a mi módszerünk. A szülő ott van az órákon, figyeli, hogy a tanár mit csinál, és ez alapján ő segíteni tud a gyereknek otthon, mert hogy nagyon sok kisgyerekkel foglalkozunk, tehát akár már 4 éves korban is elkezdhető ez. Többek között ezért is kell a szülő segítsége, mert hát az ilyen kisgyerek az még ugye messze nem önjáró. Aztán a csoportos zenélés még egy fontos szempont, mert ugye az egy óriási örömforrás és egy élmény a gyereknek, hogyha másokkal együtt zenélhet. És hát miért ne zenélhetne rögtön a kezdetétől már másokkal együtt, hogyha csak egyetlen egy hangot tud meghúzni, akkor azt az egyetlen egy hangot húzza meg, de már akkor is része a csapatnak. Hát ezt majd a koncerten, azt hiszem, ez magáért fog beszélni. Magyarországon a hegedű oktatásnak eleve nagy hagyománya van, tehát a hegedű az mindig is népszerű volt. Konkrétan a Suzuki módszerrel most az elmúlt években kezd az érdeklődés felkelni iránta, most, hogy már akkreditált továbbképzést tudtunk indítani, így már elég sokan felfigyeltek rá. A cselló képzésnek, ha hagyománya akkora nincs is, mint a hegedűjé, de azért az is, hát nyugodtan mondhatom, hogy egyre népszerűbb, amit onnan lehet tudni, hogy már több a jelentkező, mint amennyivel tudunk foglalkozni. A Paksi Bezerédli Általános Iskola első osztályos tanulója volt az egyik legfiatalabb a zenekarban. Nagy Pál Mártonnak ez volt élete első fellépése, mégsem izgult. Tesóm hangszeren játszik trombitán, és én meg gondoltam, hogy én akkor meg játszok vonósan. Csellót választottam, és úgy készítünk, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, még a külön órákon is, ahol nem az egész csoport volt, hanem csak én, még ott is gyakoroltunk. A Bezerédi Általános Iskola 3. osztályos tanulója Pfeffer Gabriella csellózni tanul. Majdnem 2 éve járok zenére, és azért választottam ezt a hangszert, mert anyukám pengetős volt, és úgy gondoltam, hogy ez illik jobban hozzá. Azt szeretem annyira a csellóból, hogy ki lehet vele fejezni az érzelmeinket.